A 3x3-as kosárlabdában kétszeres világbajnoki ezüstérmes Fab Claudia, a jelenleg Izraelben légióskodó Krivacevic Tiana és a több A-csoportos csapatban is szereplő Farkasinski Orsolya. Mindhárman a nyíregyházi kosársuliban vettek először labdát a kezükbe, és mint az egyesület elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, szeretnék megtalálni azokat a fiatalokat, akik a nyomukba léphetnek. Az NKS azoknak is lehetőséget biztosít a játékra, akik nem a legmagasabb szintet célozzák meg, a sport mellett, vagy inkább előtt a tanulás fontosságát is hangsúlyozzák az egyesület vezetői. Jelenleg mintegy 300 játékengedéllyel rendelkező kosarasa van az NKS-nek. 26 csapatunk van, ebből a 26 csapatból 13 előkészítős, akiket úgy hívnak, hogy kosárpalánták. Ők első, második, harmadik és negyedik osztályosok. Az ő versenyük egyébként november 30-án lesz az első forduló. Mindezek után van 4 U11-es kenguru csapatunk, van 2 U12-es országos felsőrendszerben szereplő csapatunk, ők a gyerekkorosztály, és van egy a megyében. Most ezt a megyében szereplő U12-es csapatot egészítjük ki még további másik kettővel, tehát ez már akkor a 26, már 28 lesz, de még ennek a szervezése folyamatban van. Mindezek után van 2 serdülő csapatunk, 2 kadett, 1 junior és 1 amatőr NB1, ami a csúcsa az egésznek. A fiataloknak többek között akadémiai csapatokkal kell felvenniük a versenyt. A kadett korosztály képviselői a kiemelt bajnokságban szerepelnek. Mátyás Eszter a kadettek mellett a junioroknál és a felnőtt csapatban is játszik. Saját korosztályommal a kadettel mindenképpen megpróbálnánk bejutni a A döntőbe, a legjobb 8 közé, de egy kadett B döntővel is megelégszünk, de a legjobb cél az A döntő. A nyíregyházi kosársuli szombaton egy toborzóval egybekötött nyílt napot tart a Szent Imre gimnázium csarnokában, ahová a megye egész területéről várják a kosárlabda iránt érdeklődő lányokat. Azt várjuk, hogy gyakorlatilag az érdeklődők eljönnek és veszik a fáradtságot maguknak, hogy megpróbálják, kipróbálják. Felszerelést, mindent hódképpen hozzanak magukkal, a gyerekek lejönnek a terembe, ott lesznek majd a jelenlegi utánpótlás játékosaink, akik segítenek, bemutatják, és megpróbálnak valami olyan trükköt megfelelíteni a gyerekekkel, ami utána esetleg meghozza a kedvüket abba, hogy ők kosárlabdázni szeretnének. A szombati program 10 órától 13 óráig tart, majd 14 órától a nyíregyházi kosársuli Tatai Ese felnőtt amatőr NB1-es meccset is megnézhetik az érdeklődők.